Erdei Zsolt 2010-ben megszakította kapcsolatát korábbi klubjával, az Európában évekig egyeduralkodó Univerzum Box Promotion-nal. A nagyobb nevek és a komolyabb pénz reményében Amerika felé vette az irányt, és a tétlen éveiért korábbi munkáltatóját tette felelőssé. A problémám ott adódott, hogy egyszerűen nem tudtak nekem mérkőzést összehozni elegendőt. Hogy miért, arról már megoszlik Erdei Zsolt és Klaus Peter Kohl, az Univerzum korábbi vezetőjének a véleménye. Senki nem ismeri a véleményem, mert korábban nem nyilatkoztam erről, de Zsolt mostanában csak beszél és beszél. Madár, ahogy már a korábbi években többször is elmondta, a klubot okolja, hogy nem azt a karriert futotta be, amire képes lett volna. Én szerettem volna, és követeltem is, és rengeteget beszéltünk arról, hogy komoly névvel szeretnénk boxolni. Erre azt mondták Péter Kohlék, hogy egy büdzséből dolgoznak, egy büdzséből kell téged is, és az ellenfelet is kifizetni. Így van, ami ugyancsak nem probléma, mert én meg azt mondtam, hogy ugyanis bizonyos emberek ellen én még kevesebbért is boxolok. Az igazi ok, hogy túl sok pénzt akart. A legutolsó meccseiért 450-500 ezer eurót ajánlottam, de ő 600-at akart, amit meg is kapott. Aztán a tévé mondta, hogy nem, ennyit nem fizetünk érte. 450 ezer, soha nem fog ennyit kapni. Erdeit többször érte az a vád, hogy túlságosan is biztosra ment. Így az összecsapásait sokkal inkább a hatékonyság, mint a látványosság jellemezte. Ha látványosabb mérkőzéseket produkáltam volna, akkor elképzelhető, hogy az én mérkőzéseimet is jobban el lehetett volna adni. Látványos volt, de annyira nem, hogy több pénzt érjen a bunyója, pláne ilyen ellenfelek ellen. Aztán elment Amerikába kis pénzért, de miért hagyta el az Univerzumot? Nem volt oka, senki nem fizet neki többet. Én mindig nagyobb mérkőzéseket szerettem volna, én szerettem volna esetlegesen egy amerikai név ellen megküzdeni. Akkor elég motivált lettem volna. Az igazság, hogy az Univerzum hozta ezeket az embereket sorra, az olyan boxolókat, akik azt gondolom, hogy jó boxolók voltak ugyan, de nem azok, amiktől elvárhattam volna azt, hogy ha én legyőzöm őket, akkor nekem komoly nevem lesz a szakmában. A döntés azonban megszületett, így a klub és az ökölvívó útjai elváltak egymástól. Ez egy jó döntés volt. Ha egy boxoló túl sokat kér, és nem tudom megfizetni, akkor nem fogom, mert ez túl sok. Így el kellett válnunk. A válás után Zsolt nagy reményekkel ment Amerikába, de a korábbi hamburgi csillogás igencsak megkopott. Én meg is kaptam az amerikaiaktól a lehetőséget világbajnoki címmérkőzésre. Megsérültem? Csak megsérültem. Utána mi történt? Utána megint megsérültem. Eltört a bordám. Most megint eltört a bordám. Tehát folyamatosan lehet, hogy ezek ilyen figyelmeztetések az élettől, hogy te Zsolt, itt az ideje. Tehát lehet, hogy kiöregettem én ebből. Csak hallottam a legutóbbi meccseiről, nem láttam őket. De hol tart most Erdei? Összesen nem keresett kint annyit, mint itt egy meccsen. Ráadásul hármat le is mondott. És úgy tűnik, a negyedik is kútba esik, hiszen a legfrissebb hírek szerint Madár nem boxol szeptember 28-án a világranglistát vezető André Ward ellen. Klaus Peter Kohllal és a témával a Dodge & Puszt különleges kiadásában foglalkozunk még.